Szeretettel köszöntök mindenkit. Irmiás Balázs építész vagyok. Én ilyen 4,5 évet éltem kint egyetemi éveim alatt kutatóként Japánban, és mióta hazaköltöztem, azóta is volt szerencsém a tavalyi évet leszámítva minden évben többször is visszalátogatni a Szigetországba, különböző építészeti, kulturális, gasztronómiai, egyéb túrákat vezetve. És ebből az eltelt időszakból szeretnék egyfajta ilyen, nem is azt mondom, hogy összegzést, de egyfajta olyan tapasztalatot megosztani, ami talán egy olyan országnál, mint Japán, amelyik a történelmének talán a teljes ismert szakaszát arra építette, hogy a közeli és a tengeren túli távolabbi szomszédaitól összevadászott mindenféle tapasztalatot, mindenféle ismeretanyagot, vallást, kultúrát. Talán szabadjon azt gondolnunk, hogy nekünk is van jogunk egy kicsit akkor ellenük fordítani a saját fegyverüket, és egy picit visszahalászni ebből, hogyha találunk valami olyat, ami akár nálunk is hasznosítható, hogy miért éppen a művészeti porondot választottam témául. Hát néhány kapaszkodót talán adjunk hozzá, ami egy kicsit segít eligazodni ezen a területen, a felfedező túránkon. Például biztosan sokan tudják, hogy a Japán egyik ősi művészeti formája, ukiójének nevezett fametszetek, azok pont a szamurájok korában születtek és lettek olyan népszerűek, mégpedig azáltal, hogy a sokszorosíthatóság miatt eljuthattak könnyedén különböző néprétegekhez, hogy ezek például a mai napig, akár a kortárs művészetekben, akár a képregények japán megfelelőjében, a mangában, vagy azoknak a animált változatában, az animékben, ugyanezek a technikák mai napig tovább élnek és megjelennek, és meglehetősen széles körű népszerűségnek örvendenek. Talán azt is megkockáztatnám, hogy többen olvasnak Japánban manga képregényt, mint ahányan könyvet mondjuk Magyarországon. Tekintsünk egy kicsit vissza a történelmi időkre, hogy mi az az első mondjuk olyan intézmény, amit múzeumnak lehet tekinteni. Narában egy sószonynak nevezett egyházi kincstár volt az, ami már a 8. században megjelent, és nem csodálkozunk annyira, hogyha tudjuk, hogy ez az az időszak, aminek még Nara egyébként a fővárosa volt, és erről nevezték el a korszakot is, amikor a buddhizmus Indiából kínai és koreai közvetítéssel megérkezett Japánba, és hogy miért indult el ilyen rohamos és hirtelen fejlődésnek, az talán abban keresendő, hogy a korábbi ősi japán sintó vallás az nem biztosított lehetőséget arra, sem az egyháznak, sem a ország vezetésének, hogy egyfajta ilyen rendszeres kapcsolatot kiépítsen a köznéppel, ugyanis ennek nem volt szertartás rendje, nem volt dogmatikája, nem tudták adott időben behívni az embereket a szentélyekbe. Nem így a buddhizmus, ahol ugye akár heti rendszerességgel lehetett meghirdetni különböző szertartásokat. Ezen kívül a buddhizmussal megérkezett Japánba egy elképesztően komoly adminisztrációs műveltség, hogy hogyan kell az országot, ugye Kínából, Kína méretű birodalmat is ennek a segítségével tudták irányítani, hogy hogyan lehet egy országot hatékonyan irányítani. Érkezett egy nagyon komoly oktatási tapasztalat, orvostudomány, nem is beszélve a művészetekről és az építészetről, ami mind a buddhizmuson keresztül áramlott be Japánba,
Úgyhogy mikor a 6. század közepén megjelentek az első szerzetesek, onnantól kezdve a japán arisztokrácia az belátta, hogy ez egy nagyon hatékony és hasznos fegyver lehet a kezükben, úgyhogy elkezdték nagyon nagy összegű adományokkal a kolostor építést és a buddhista iskolák megalapítását támogatni. Ennek következménye lett az, hogy az egyházak, különböző buddhista iskolák azok elképesztően megerősödtek, és elkezdtek különböző vagyonokat fölhalmozni. A legelső ilyen vagyongyűjtés az mondjuk azokhoz kötődik, hogy mikor ezeket a kolostorokat megalapították, akkor roppant fényűző, és nem csak Japánon belül, hanem az akkori világ a távolabbi részein is ismert alapító, vagy ilyen felavató, felszentelő szertartásokat végeztek egy-egy nagyobb kolostor átadásakor. Például a Narában a legismertebb hatalmas Tōdaiji templom avató ünnepségére, illetve a benne található hatalmas bronz Buddha szobor avatásakor még Kínából is érkeztek személyesen követek a nyitó szertartásra, és ezek rengeteg ajándékot hoztak magukkal a további kapcsolatok kiépítésére és ápolására. Úgyhogy a legelső japán múzeumok azok pont ezeknek az ajándékoknak a raktárából, a kincstárakból születtek. Aztán a következő nagy mérföldkő a művészeti életben Japánban, az a Meiji császárhoz köthető, aki ugye, ő volt az, aki több évszázados, békésnek mondható, de nagyon elzárt, és az európai, illetve a világ többi részén lezajló fejlődéshez képest sokkal lassúbb fejlődési utat bejáró Japánt kibillentette ebből az elszigeteltségből, nem jó szántából, ugye, hanem amerikai hadihajók kényszerítésére, de nagyon ügyesen és nagyon gyorsan belátta, hogy Japán számára nincs más út, mint az, hogy a ipari forradalom előtt nem csak, hogy megnyitja a kapuit, hanem ezt erőltetett módon központilag levezényelve végig tolja az országon, és megpróbálja utolérni a időközben elhúzott nyugatot. Szóval ha egy ilyen jelképpel akarunk élni, akkor a Meiji császár volt az, aki az utolsó szamurájok kezéből kicsavarta, edzett acélt. Arról persze nem szól a fáma, hogy a háta mögött a másik kezében egy csőre töltött fegyver volt, úgyhogy ezzel a hadászati háttérrel könnyű dolga volt. Az amerikai elrettentő erő az bemutatta többször is a képességét a kisebb ellenálló kikötővárosokkal szemben, úgyhogy megvolt a megalapozott hírneve a nyugati technológiának. És ez a császár rögtön ugyanazzal a lendülettel, amivel a nehézipar megalapítását, illetve a szövőipar megalapítását nyugati mintára véghez vitte, ugyanezzel a lendülettel megalapította az első nagy japán állami múzeumokat. Ezekről most nem olyan sok szót fogok ejteni, ugyanis sokkal inkább azok a újabb törekvések hoznak engem izgalomba, amik számunkra lehet, hogy kevésbé ismertek. Nem sokkal a Meiji császár után az általa kinevelt iparmágnások saját magángyűjteményüknél is azt érezték, hogy követniük kell a nyugati példát, és az első magánmúzeumokat rögtön a 20. század elején ezek a iparmágnások megalapították, amik közül a többsége az a mai napig látogatható, és különösen jó minőségben gondozott műkincseket mutatnak be, nem csak az épületeken belül, hanem a körülöttük lévő parkokban is. A kincstárakra, illetve a egyházi múzeumokra és a japán nemzeti múzeumok hálózatára egyaránt jellemző,
hogy a műkincsek azok a létező legjobb minőségű környezetben, leginkább ellenőrzett páratartalomban, ellenőrzött fényspektrummal megvilágítva, lehetőleg halványabb fénnyel megvilágítva vannak tárolva, hogy a minél hosszabb élettartamukat ezzel biztosítsák. És így gyakorlatilag a múzeumok maguk azok háttérbe is vonulnak. Nem így a kortárs múzeumok, amikről például az a nemzetközi megítélés, hogy mondjuk példaként a Art Fair Tokyo, egy jelentős művészeti vásár Japánban, arról például azt tartják a nemzetközi szakemberek, hogy a világon egyedülálló módon, egyedülálló széles spektrum átjárhatósággal bír, azaz nagyon különböző magasnak és sekélyesnek tartott műfajok akár keveredve egy szintéren kerülhetnek bemutatásra, szemben azokkal a nyugati világban megszokott, sokkal inkább specializálódott, és csak bizonyos művészeti ágakat bemutató és feldolgozó vásárokkal szemben. Érdekessége ennek a japán művészeti piacnak, hogy bár a legutóbbi években, főleg a legdinamikusabban fejlődő piacnak tartják világviszonylatban is, a műtárgyak a legnagyobb része mégsem aukciókon, hanem kicsi galériákban, vagy kicsi áruházaknak a sarkaiban, ideiglenesen berendezett ilyen pop-up store-okban talál gazdára. Ezt is például egy tokiói áruházban, míg az egyik bérlő az egyik üzletből kiköltözött, és amíg a másik bérlőt megtalálták, addig ideiglenesen átadták egy ilyen időszakos kortárs képzőművészeti kiállításnak, és ezt ott fotóztam. Azt lehet tudni mondjuk a japán művészeti aukciókról, azért tartják a világon talán a legdinamikusabbnak, mert itt van a legmagasabb aránya a tényleg leütött és elkelt műtárgyaknak, a 80 fölötti százalékban sikeresnek bizonyulnak ezek az aukciók. Viszont ami az érdekessége, hogy az ország gazdasági súlyához képest világviszonylatban messze nem olyan jelentőségű a japán műkincspiac, mint ami itt az országnak a gazdasági súlya amúgy indokolna. Itt van például ez a szintén egy kicsit a mangáknak a leegyszerűsített képi világára utaló festmény is, amit egy külföldön is éveken át különböző országokban élő japán művész Yoshitomo Nara jegyez, és az elmúlt évek legmagasabb licitjét, mint egy 25 millió dollárt mondhat magáénak. Mindezt nem Tokióban, hanem furcsa módon a környék legfontosabb művészeti aukciós helyszínének, Hongkongnak a kalapácsai alatt ütötték le, ráadásul egy olyan időszakban, amikor éppen 2019-ben már tomboltak a harcok, az összecsapások a kínai rendőrség és a diákok között, szóval még egy ilyen időszakban is köszönhetően egy ugye a képnek a stílusa is jelzi, hogy ez bizony a legesleg fiatalabb generációk elképesztő vásárló erejének és az ő ízlését tükröző műfajban lépett porondra ez a művész, hogy a japán piacra ez is nagyon jellemző, hogy a 20-as, 30-as éveinek elején járó feltörekvő generáció tornázza fel ilyen magasra az árakat.
ugye ez a 25 millió dollár, ez 7 milliárd forint fölfoghatatlan, ugye, egy festményért. Ugyanakkor látható, hogy ez nem csak egy egyszerű manga rajz, hanem kifejezetten erős érzelmet is, érzelmi hatást képes kiváltani. Sokáig nézzük a kislányt, ráadásul a címe is nagyon találó, a másik kezembe kés van. Itt ezen a diagramon látjuk, hogy bár a fejlett világ második legnagyobb gazdasága, az egész világ harmadik legnagyobb gazdasága a Japán, a művészeti piacon csak jóval alacsonyabb pozíciót foglal el, ott kéne Japánnak tartózkodni, ahol mondjuk Kína tartózkodik, ehelyett a ötödik helyre szorult vissza, majdnem egy nagyságrende kevesebbet ural a művészeti piacból. Ennek a aránynak a javítására próbálkozott, ő egyébként ez a művész, aki elkövette a manga hölgyet, és a festmények mellett nagyon sok kerámiát is készít. Tehát Japán próbálkozott központilag szintén ennek az aránynak a javításával, nevezetesen 2018-ban a kormány előállt egy javaslattal, hogy létrehoznának egy olyan múzeumot, aminek kifejezetten az lenne a célja, hogy a műalkotásoknak az értékét növelje. Ugye majdnem minden múzeum a világon, amelyik végez jelentős kurátori munkát, vagy kutatói, vagy publikációi munkát, az rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy a birtokába került műalkotásoknak csak attól, hogy ez a múzeum megvásárolja őket, van egy értékfelhajtó hatása, és ezt a japán kormányzati javaslat, ezt így tudatosan ki szerette volna használni. Azt javasolták, hogy ez a múzeum ez kifejezetten gazdasági céllal vásároljon föl olyan műalkotásokat, amiket ők jó befektetésnek tartanak, és már ezáltal, a gesztus által, hogy ők erre költenek, megemelik az egész művésznek mondjuk a nemzetközi ázsióját. Erre összeült a Művészeti Múzeumok Japán Tanács, ami figyelemre méltó 400 körüli múzeumi tagot számlál. Összedugták a fejüket, és azt a döntést hozták, hogy köszönjük szépen, nem kérnek ilyenfajta piaci stimulációt, hogy a politikának meg a gazdaság élénkítésnek megvan a saját terepe, és hogy a művészeti világot azt légy színe használjuk ilyen célokra. Ez számomra egy ilyen szeretető lépésnek tűnik, hogy azt mondják, hogy őrizzük meg ennek a területnek azt a fajta ilyen szűzies tisztaságát, hogy ne keveredjen bele ilyen gazdaság érintő dolgokba. Ami egyébként a mai múzeumi szénát nagyon erősen jellemzi Japánban, az, hogy a 80-as években volt egy olyan erős felfutó gazdagodási folyamat, aminek során a központi költségvetés nagyon jelentős összegeket utalt minden tartománynak és minden önkormányzatnak, és ezek az összegek, hogyha nem kerültek valamilyen módon hatékonyan elköltésre, akkor ezek vissza kellett őket fizetni a központi költségvetésbe, úgyhogy minden kis város és falucska késztetést érzett rá, hogy ezeket elköltse, ezeket az összegeket, úgyhogy a legtöbb kisvárosban fantasztikus minőségű múzeumok születtek. Egyébként a múzeumok mellett még szinte jellemző az országra, hogy ebben az időszakban, a 80-as évek virág korában nagyon sok helyre épült, például kitűnő minőségű aszfaltozott út, nagyon sokszor olyan helyekre is, ahova nem is igazán akartak eljutni az emberek aszfaltozott úton. Úgyhogy a világ legtöbb új múzeuma, vidéki múzeuma és új sehova nem vezető aszfaltozott út az szinte biztos, hogy Japánban van. Most ezeknek a vidéki múzeumoknak az általános jellemzője, hogy általában építészetileg nem takarékoskodtak velük, tehát kiváló minőségű
építészeket kértek föl, vagy pályáztatták meg, és pályázat útján adták ki ezeket a beruházásokat, úgyhogy a legtávolabbi zugaiban is Japánnak fel lehet fedezni nemzetközileg is jegyzett minőségű építészetet, illetve az sem utolsó, az is egy érdekessége ezeknek a domoknak, hogy nagyon sokszor nem képesek a kitűnő épületbe megfelelő programot és megfelelő kurátori gárdát elhelyezni. Itt most nem azokról a múzeumokról beszélek elsősorban, amik a képen közben láthatóak. Ezekre pont az jellemző, hogy a kurátori gárdájuk is rendkívül felkészült. Például a épp most látható kanazavai kör alaprajzú művészeti múzeumnak a tervezője az a Kazuyo Sejima, aki Budapesten az új Nemzeti Galériát, a Ligetben épülő múzeumot jegyzi. Ott például a kurátori gárda is kiváló, és folyamatosan van pénz arra, hogy a itt bemutatott kiállításokat utána megutaztassák, illetve a máshol már megfordult kiállításokat meghívják, úgyhogy itt egy nagyon pezsgő kortárs múzeumi élet alakult ki, de nagyon sok olyan távoli kisváros található, ahol kifutott a büdzsé abban, hogy megépült a múzeum, de már a kurátorokra programon nem nagyon jutott pénz, és ilyenkor megvásároltak egy darab Picasso képet, vagy egy darab Chagall képet, azt berakták a múzeumba, és ugyanabban a teremben mellé elhelyezték a falusi művészek szerintük értékesnek gondolt munkáit, hát ha így a kettő együtt majd segíti egymást, és ez a múzeum nyitása óta mondjuk változatlan formában úgy maradt. Ez szintén a Kanazavai Múzeumban látható egyik kortárs kiállítás. Itt ugyanúgy egyébként beengedik a helyi alkotókat is, csak nagyon erős a kurátori gárda, és ezért meglehetősen válogatott munkák kerülnek bemutatásra, és nagyon nagy a forgás, tehát hogy minden szezonban érdemessé teszik a látogatást a városban, mert minden alkalommal más kiállítás látható a múzeumban. Ugyanez mondható el a szabadtéri tárlatokról is. Itt is nagyon sok nemzetközi sztár teszi le a névjegyét, és nem csak a közállami tulajdonú közintézményekben, hanem nagyon sokszor a magán múzeumok is költenek arra, hogy köztéri tárlatok kerüljenek bemutatásra a területükön. A leghíresebbek a magángyűjtemények közül általában valamelyik mai iparmágnás nevéhez köthetőek. Furcsa módon többet közülök hölgyek alapítottak. Ez pont nem, ez egy Clematis Nooka nevű múzeum, ami szó szerint annyit jelent, hogy a kék iszalag dombja, és itt egy nagyon komoly szobor állomány van felhalmozva és bemutatva. Még arra is figyeltek a múzeum építői, hogy a mondjuk 100 év alatt előregedő és elrepedező és mohával benőtt betonjárdát, ők már előre úgy formázzák meg, hogy a 100 év múlva látható formájában megrepedezve jelenjen meg, és így kevésbé fog rajta majd az idő nyomot hagyni. A belső terében olyan minőségben vannak bemutatva szobrok, hogy bármelyik európai, vagy a világ bármelyik pontján álló múzeum ezt megirigyelné, de ezeket igazándiból csak azért hozom fel példának, hogy egy ilyen általános képet kapjunk arról, hogy mi zajlik jelenleg Japánban, de nem ezek azok feltétlenül a múzeumok, amiket én példaként követendőnek tartok, ezek csak hozzátartoznak a japán
művészeti világhoz. Ennek a múzeumnak például ez a Miho múzeum, az a története, hogy itt az alapító hölgy, ő egyúttal egy vallást is alapított, ami annak szenteli tehát a hölgy is annak szentelte az életét, meg a vallásának is ez a fő vezér motívuma, hogy a világon a üdvözülést, vagy a megvilágosodást most már szinte csak az esztétikában, a szépségben való gyönyörködés nyújthatja a hölgynek az elképzelése szerint. És ezért megbízta azt a Pejnek nevezett hongkongi származású építészt, aki amúgy a Louvre-nak a hüvegpiramisát is jegyzi, de ez a hölgy már korábban is ismerte a Pejt, és már korábban megbízta, hogy a saját vallásának, ennek a Shinji Shumeikai-nak nevezett vallásnak egy nagyon szép természeti környezetben, egy zavartalan hegytetőn, vagy hegyoldalban álló haranglábat is tervezzen. Elhívta újra Pejt, és azt mondta neki, hogy hát szeretne egy múzeumot a saját gyűjteményének, ami mint egy megerősítené ennek a vallásnak a jelmondatát, hogy az esztétikában való gyönyörködés az megvilágosító erejű, és rábízta Pejre, hogy a harangláb környékén, a japán alpokban keressen egy olyan tájat, ami tetszik neki annyira, hogy érdemesnek találja egy kiváló épület elhelyezésére, és a Pej az úgy körbe nézett, és azt mondta, hogy hát végül is talált itt egy nagyon szép fát, egy nagyon szépen álló fatörzset, ami emlékeztette őt a klasszikus kínai festményekre, de sajnos egy ilyen nagyon nehezen megközelíthető hegyoldalon található, és hogy ez emiatt egy kicsit problémásá teszi mind az épületet, mind a megközelítését. Meg kéne venni még körülbelül 2 darab hegyet ahhoz, hogy föl lehessen építeni ezt a múzeumot, és a megközelítési útvonal is biztosítva legyen. A hölgy mondta, hogy igen, hát nem tervezett hegyeket vásárolni, de hogyha ez az ára, hát akkor legyen. És akkor megvásárolta ezt a 2 hegyet, és az egyiket azt átfúrta, a másikra elhelyezte az épületet, és egy fantasztikus alagúttal kötötte őket össze, illetve a 2 hegy közötti szakaszt egy viaduktal. Itt látjuk, hogy a alagútnak is a burkolata az nagyon költői módon absztrahálva, így beszippantja a körülötte lévő tájat, és minden évszakban, minden napszakban változtatja a színét és a hangulatát ezáltal. Ráadásul egy saját elektromos kis busz viszi körbe az utasokat, akik a látogatókat, akik nem szeretnének sétálni, vagy éppen a rossz idő miatt nincs kedvük sétálva megtenni az útvonalat. És hát látszik a múzeum kivitelezéséből, hogy nagyon sok ország megirigyelné ezt a költségvetést, amiből ez épült, és hát nem a takarékosság jegyében, szóval a Pejnek a Párizsban megismert kedvenc árnyalatú, bézsárnyalatú mészkövét hozatták ide a világ másik feléről, és hozzá eloxált, hasonló árnyalatú acél szerkezetet illesztettek az ideálisnak gondolt táj köré, úgymond ilyen keretként, és amúgy a múzeumra jellemző, hogy világviszonylatban élen jár abban, hogy hol töltenek el az emberek a legtöbb időt egy átlagos látogató, tehát nagyon sok olyan látogató jön ide, aki tényleg komolyan veszi ezt, hogy itt leül és egész nap akár meditál egy pontján a múzeumnak, és bámulja akár a műtárgyakat, akár a körülötte lévő természeti képeket. A következő múzeum, amit bemutatnék, az egy nemrég nyílt magánmúzeum Tokióban. Kusama Yayoi-nak hívják a, hát most már a 90-es éveiben járó idősebb művész hölgyet.
akinek elég extrém pályafutása volt. Hát a mai napig talán ő a legdrágábban jegyzett, tehát az életművével eddig a legtöbbet kereső japán művész. Az egyetlen olyan művész, akinek a Louis Vuitton például megvásárolta általa tervezett mintát, és saját kollekciót adott ki róla. Csak a tavalyi évbevétele az meghaladta a 30 milliárd forintot. Ennek ellenére egy viszonylag szerény kis belvárosi múzeumot épített magának Tokió központjában, ami az ő pályájának a több mint 50 évét öleli föl. Ő ilyen meglehetősen izgalmas, beszippantó, pszichedelikus tereket épít, amik az ő minta ötletével vannak leöntve, vagy kibélelve. Ezeket viszonylag könnyű felismerni bárhol, megpillantja az ember akár szabadtéri szobor formájában, akkor rögtön rá asszociál. Mondjuk a pszichedelikus mintázatok születésének a története már kevésbé megnyugtató. Neki ugyanis egy elég nehéz gyerekkora volt. Az édesanyja túl szigorú volt, amikor nevelte, és emiatt a gyerekkorában sokkal közelebbi viszonyban állt az édesapjával, viszont az anyja egy adott ponton rávette a lányát, hogy kezdjen el kémkedni az apja után, és a általa vélt, és aztán beigazolódott félrelépéseket, hogy gyakorlatilag lesse meg. És ez olyan lelki traumát okozott a kislányban, hogy a saját bevallása szerint is ezeket a pszichedelikus tereket, ezeket a mintázatokat az ő szürreális álmaiból, mint egy önmaga számára készített terápiát használja, és ezeken keresztül próbál immár évtizedek óta kigyógyulni ebből, illetve feldolgozni ezt a gyerekkori kellemetlen élményt. Itt látható egyébként a hölgy, mai napig meglehetősen aktív. Aztán szintén egy másik vizionárius magánmúzeuma, a Fuji lábánál építették föl egy olyan kimono művésznek a bemutató terméül szolgáló, hagyományos japán ősi épületnek kinéző, de mégis újonnan épült teret. Ichiku Kubotának hívják ezt a kimono művészt, akiről azt érdemes tudni, hogy 6 éves korában betévedt egy látogatás kapcsán a Tokiói Nemzeti Múzeumba, és ennek a látogatásnak olyan, tehát ez a látogatás hagyott benne olyan mély nyomot, hogy az akkor egy kiállításon meglátott, már addigra elfeledett ősi kimono festési technikát, egy ilyen batikoláshoz hasonló, de nagyon aprólékos kézisejem festési technikát meglátva, ez a 6 éves kisfiú beleszeretett ebbe a technikába, és onnantól kezdve az életét rátette arra, hogy általában nem is nagyon hordott, hanem inkább csak kiállítási célokat szolgáló kimono kollekciókat gyártson, és hogy felé lesz ezt az ősi festési eljárást. Annyira erős elképzelése volt nem csak a kimonókról, hanem azoknak a környezetéről is, hogy itt az épületet is ő maga tervezte a Fuji lábánál, te nagyon meghitt és hangulatos természeti környezetbe ágyazva. És aztán jöjjenek azok a múzeumok, amik valójában talán új kísérletnek számítanak a művészeti világban, nem csak Japánon belül, hanem világszerte elismerést váltva ki. Az egyik első ilyen kísérlet a Benesse Art Site Naoshima szigetén,
amiből azóta kinőtt egy triennálé, ami annyit jelent, hogy 3 évente rendeznek nagyobb eseménysorozatot, amikor új műalkotásokat vesznek föl a meglévő műalkotások mellé. Viszont a többi évben is, gyakorlatilag egész évben folyamatosan látogatható. Ez a történet arról szól, hogy a környéken született Soichiro Fukutake nevű vállalkozó, aki a Berlitz nyelviskoláknak és nyelvtankönyv kiadónak a tulajdonosa, döntött úgy, hogy a kiadójának a közelében lévő japán beltenger egyik éppen a kihalóban lévő, vagy éppen elnéptelenedő kis szigetét, Naoshimát megpróbálja valamilyen módon megmenteni. Az a nagy szerencsénk, hogy az úriember, ő úgy gondolta, hogy ez a 60-as években a világszerte elterjedt szemlélet, hogy a galériának vagy a múzeumnak leginkább egy fehér kubusnak, egy hófehér kockának kell lennie ahhoz, hogy a műalkotásoknak megfelelő teret engedjen. Ő ezt nem gondolta elegendőnek, hanem helyette egy saját elméletet dolgozott ki, aminek ő lehet, hogy tudatában sincs, hogy ez milyen hatással tud lenni a műalkotások bemutatásának gyakorlatára. Ő azt gondolja, hogy a művészetet, kifejezetten az építészet és a természet összehangolásával, tehát a harmóniába kerülésével tudjuk olyan pozícióba helyezni, hogy ez még markánsabban megjelenjen, és együtt képezzen valami új minőséget. Ezt, hogyha csak úgy olvastam volna, akkor lehet, hogy nem gondoltam volna kivitelezhetőnek, de miután volt szerencsém meglátogatni a múzeumait, azóta én is hajlok arra, hogy hitelt adjak ennek az elképzelésnek. Ez az épület, ez még nem az ő múzeuma, viszont így indult az ő kísérlete, hogy a szigeten az egyik elnéptelenedő házat, amit elhagytak, megvásárolt jelképes áron, illetve több ilyen házat is, 6 ilyen házat megvásárolt, és megbízott különböző kurátorok által kiválasztott művészeket, nem csak építészeket, sőt, tehát inkább ilyen szobrász, képzőművész, festőket, hogy kezdjenek azzal a házzal bármit, amit szeretnének, egy ilyen helyspecifikus installációval alakítsák át az egész házat, és ezt mindenki másképp kezelte, volt, aki a házban talált tárgyakat és az ott eltöltött korábbi tulajdonos életének a rekvizitumait használta föl, hogy ezt művészi rendezetlenségbe kipakolja homlokzatra. Volt, aki egyszerűen kitisztította a teret, és valami nagyon minimális installációt helyezett be, vagy volt, aki elárasztotta vízzel az egyik helyiséget, és kis világító számocskákat helyezett a medence fenekére. Minden esetre már ez is egy sikeres kísérletnek bizonyult, viszont az úriember utána fogta magát, és felbátorodva a művészházak sikerén a szigetnek a déli részét teljesen megvásárolta, és megbízott egy világhírű Pritzker-díjas építészt, Andó Tadaot, hogy egy olyan múzeumot tervezzen, illetve összesen 3 olyan múzeumot tervezzen neki, ahol a múzeum az mint egy szerényen visszahúzódik a föld alá. Természetesen a múzeum számára szükséges megvilágítást felülvilágítókkal megoldotta, de hogy minél kisebb legyen a múzeumnak a múzeum által ejtett tájsebb, ezek szerényen eltűnnek, és a levegőből alig látszanak. Viszont amint belép az ember ezekbe a múzeumokba, kivétel nélkül ilyen nagyon finom eszközökkel megformált éteri tér fogadja. Lehet, hogy ez mondjuk egy építésznek izgalom, egy átlag nézőnek nem akkora. Viszont maguk a múzeumban bemutatott helyspecifikus installációk vagy szobrok, azok mindenképpen
olyan hatást váltanak ki az emberekből, hogy például ez a terem is híres arról, hogy ez egy amerikai művésznek, Walter de Mariának, aki ilyen landscape, tehát ilyen tájkép művésznek tartottak, az egyik installációját tartalmazza, tehát kifejezetten erre az installációra épült ez a terem. Egy lépcsősornak a közepén egy két méteres, tökéletesre csiszolt, polírozott, tömör gránitból álló golyó várja a látogatót, a falon pedig aranyozott tömbök segítenek a fényt szórni, és ez híres arról ez a terem, hogy itt van, aki tényleg egész napot elücsörög, úgyhogy nem fotóz, nem rajzol, nem csinál semmit, csak egyszerűen nézi, hogy a napjárásával a fény milyen pályát tesz meg a termen belül, és hogy ez milyen éteri hangulatot bír generálni. Aztán ennek a triennálénak, ami itt a Naoshima szigetről indult, az volt a koncepciója, hogy minél több kis független projekt tudjon hozzá csatlakozni, és egy ilyen csatlakozási hullámban az egyik környező sziget, Inujima is bejelentkezett egy projekttel. Ezen a szigeten állt egy 1909-ben alapított rézbánya, ami mindössze 10 évig üzemelt, az akkori nagy ipari, ugye a Meiji császár által elindított ipari forradalom, vagy központilag irányított iparosítás kapcsán, de valószínűleg kimerültek a készletek, vagy nem volt már gazdaságos fenntartani, és több mint 100 évig, illetve majdnem 100 évig elhagyatottan állt ez az elpusztult gyár a szigeten, és ezt találta meg egy építész, Sambuichinek hívják, aki azt gondolta, hogy egy olyan múzeumot építen ebből az elhagyatott gyárból, aminek hát minimális a energiafelhasználása, konkrétan nulla, tehát úgy tervezte meg az egész épületet, megvizsgálta azokat a réz érc kivonatolás után megmaradt, újra megkövült kőzet mintákat, amik a területen nagy mennyiségben voltak találhatók, és rájött, hogy ez egy kiváló tégla alapanyag. Tehát azok a kivonatolás után valószínűleg így összepréselték ezeket a folyékony kőzet darabokat, hogy tudják valamilyen módon kezelni, és ezek kiváló téglának minősültek. Kiderült, hogy nagyon jó a hőtároló kapacitásuk, úgyhogy az egész múzeumot ebből a helyszínen hagyott tégla mennyiségből építette föl, és a szellőző rendszere is a múzeumnak, illetve a passzív szolár melegedő terei olyan rendszerben vannak összekötve, hogy ez egész évben nem kell fűteni, körülbelül állandó hőmérséklet van a múzeum tereiben, és fantasztikus installációk találhatók a különböző részein, és gyakorlatilag nincs semmilyen energiafogyasztása, ráadásul egy régi ipari sebet rehabilitálta természeti környezetben. Aztán a következő, szintén egy szomszédos sziget, Teshima, amelyik szintén becsatlakozott ebbe a triennáléba egy saját elképzeléssel. Itt annak a japán építész párosnak a férfi tagja, akinek a hölgy tagját már az előbb néztük a Kanazavai Kortárs Művészeti Múzeum kapcsán, illetve a budapesti ligetben épülő Nemzeti Galéria kapcsán. Az ő tervező társa jegyzi ezt a múzeumot, ami nekem építészként valószínűleg a legmegfoghatatlanabb és legkülönlegesebb épületek között van, amit valaha láttam, amit talán a legnehezebb elképzelni róla. Gyakorlatilag ez egy mesterséges domb, aminek a belső terei, a terén átfúj ugye a szél, besüt a nap, beesik az eső, és az egyetlen bemutatott műkincs, az gyakorlatilag a vízcsepp, ami viszont onnantól kezdve, hogy egy ennyire letisztult térben és ennyire szürreális környezetben van alkalma az embernek megfigyelni,
a legtöbb látogatót arra készteti, hogy leüljön, lefeküdjön, és nagyon közelről vizsgálgassa azt, hogy milyen módon gurigáznak a vízcseppek, milyen módon gyűlnek össze, és merre folynak tovább. Egy mérnöki csoda az egész, hogy ez sikerült olyan precízen kivízszintezni ennek az alját, hogy gyakorlatilag szaladgálnak a felületén a vízcseppek, és fantasztikus, tehát nagyon nehéz elképzelni nekem, hogy egy építész, akinek van egy ilyen víziója, hogy csinálna egy ilyen múzeumot, ez milyen módon tudja a beruházónak, vagy a megrendelőnek ecsetelni, és milyen módon tudja meggyőzni a megrendelőt arról, hogy hát lenne itt egy ilyen pár 100 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter, amit le kéne fedni, és hát a víz szaladgálna benne. Tehát, hogy semmi egyéb látnivaló nem lesz benne. És mégis összeállt ez a szerencsés csillagzat, hogy a beruházó ezt bevállalta, a kivitelező ezt olyan minőségben tudta produkálni, hogy tényleg működik az épület, beesik a kis lyukakon az eső, és szaladgálnak a vízcseppek benne, és a látogatók azok pedig szinte folyamatosan csak sorbanállással tudnak bejutni, tehát én még voltam mondjuk 10-szer ebben a múzeumban, és egyszer sem sikerült úgy oda menni, hogy ne kelljen sorban állni ahhoz, hogy bejussunk, teljesen mindegy, hogy milyen napszakban és milyen évszakban vetődtem arra. Úgyhogy egy igazi különlegessége ennek a Naoshimából indult, és amúgy Setouchi Triennálénak nevezett kezdeményezésnek. A Setouchi az a japán beltengernek a japán megnevezése. És látszik az, hogy a szigeten amúgy a kültéren is szétszórt különböző installációk, azok spontán részvételre késztetik a látogatókat. Tehát ők nem színészek, meg nem performance művészek, hanem egyszerűen kedvet kaptak ahhoz, hogy becsatlakozzanak a szoborcsoportba egy fotó erejéig, és egy picit úgy érzik magukat az emberek ezek között a installációk között, hogy nekik úgy van hagyva egy kis tér, hogy részesévé váljanak ennek a műalkotásnak. Egy másik, szintén a Teshima szigetről, egy magánház tulajdonos kitalálta, hogy a kertjéből épít egyfajta ilyen nagyon egyszerű, nagyon olcsó állvány szerkezettel, viszont a hagyományos japán cédruzsindej, tehát fazsindej fedés technológiáját felidézve egy ilyen ideiglenes pavilont, ami alatt le tudnak pihenni az emberek, és mondjuk elfogyasztani egy teát, és ez ugyanúgy részévé vált ennek a Triennálénak, tehát ez az egyik látogatható helyszíne, és ebből számtalan ilyen található, tehát az egész szigeten sikerült azt megvalósítani, hogy erről a szigetvilágról a politika meg a gazdaság fejlesztés már lemondott, tehát tettek kísérleteket rá, hogy hogyan állíthatnák meg az elnéptelenedését ennek a régiónak. Nem sikerült, és egy magánember, aki kitalált egy ilyen kezdeményezést, és elvetette a legelső magot, annak viszont sikerült egy olyan változást előidézni, aminek köszönhetően gondolhatjuk azt, hogy most már ez a szigetvilág teljes egészében meg fog menekülni, sőt, felkerül a nemzetközi triennálék és művészeti események térképére, mint egy jelentős helyszín. Ez például egy frissen átadott, a legutolsó triennáli alkalmával átadott ház, aminél a művész azt találta ki, hogy azokat a hagyományos japán vályok falazatokat, aminek mi soha nem látjuk a belső szerkezetét, azt ő bontás közben rácsodálkozott, hogy milyen szép bambuszból készített fonat tartja ezeket a vályok falakat a gerendázat között, és meghagyta a letisztított állapotban, hogy mint egy levetkőztetve megnézhessük a házat, és egy kis szigetet is elhelyezett a közepébe, vízzel feltöltve, ami talán ha csak annyit
elér, hogy ezzel a nagyon furcsa, színátmenetes aurájával, amit így maga körül teremt, szintén úgy leülteti az embereket, és hosszabb időre pihenésre, meditációra készteti. Ugyanennek a szigetnek az egyetlen japán fürdője, az szintén egy ilyen művészi megfontolásból épített történet. Egy kicsit ilyen túlburjánzó, agyon díszített, még egy ilyen életnagyságú elefánt szobrot is tartalmazó interiőrt sikerült itt megalkotni, ahol a hölgyek az elefánt túloldalán foglalnak helyet, ugyanis a japán fürdőket ruha nélkül használják, legfeljebb ilyen ágyékkötővel, ilyen kis törölközővel ideiglenesen eltakarják magukat, és emiatt általában szeparálják a nemeket. Itt a legtöbben egyébként, hogyha nem a fotókedvér állnak be, akkor próbálnak így a víz alá kukucskálni, ugyanis a művész azt találta ki, hogy a szintén a házban talált, még vagy korai Meiji korú, vagy még régebbi fotográfiákat, ilyen félig meddig erotikus korai japán fotográfiákat talált, és ezeket a medence aljára helyezte el, ezért nem lehet őket igazán szépen megnézni, mert mindig hullámzik a víz, tehát mindenki igyekszik feltűnés nélkül maga körül egy kis kört formálni a karjaival, hogy ott lecsendesítse a vizet, és így tudja nyugodtan megnézni a medence fenekén található képeket, ugyanakkor a szomszéd az ne vegye annyira észre, hogy ők bámulják a mesztelen hölgyeket a medence fenekén. Szóval ennek is van egyfajta ilyen a kicsit őrült, kicsit szürreális vonzata, és ugyanúgy a felhasználók gyakorlatilag, tehát ez egy ilyen japán fürdő, ezek a városi fürdők gyakorlatilag minden japán városban megtalálhatók. Ezek inkább a tisztálkodási célokat szolgálják, tehát az a megfontolás mögöttük, hogy Japánban annyira szűkek a terek, és annyira értékes a terület, hogy nagyon sokáig nem volt a családoknak saját fürdőszobája, hanem ilyen kis közfürdőkbe jártak fürdeni. Úgyhogy ez egy ilyen használati eszköz, vagy egy használati tér, amit olyan alakítanak, hogy azáltal, hogy mi rendeltetéstelen használjuk, részesévé válunk egy ilyen művészi installációnak. A második ilyen kísérlet, ami ezután a Naoshimai kísérlet után indult, ez Japánnak a túlsó partja, a Szibéria felé néző partvonal, Niigata tartomány, ahol szintén problémát jelentett, ott inkább az, hogy a fiatalok azok valamiért nem akartak a mezőgazdasági munkálatokkal foglalkozni, ezért bevonultak a nagyvárosokba. A nagyvárosokban viszont elég gyakori volt az a probléma, hogy nem bírták könnyedén feldolgozni azt a nagyvárosi forgatagot, milliót, azt a folyamatosan 24 órában lüktető és élő környezetet, ami a japán nagyvárosokat jellemzi. Az idősek viszont gyakorlatilag a földhöz voltak ragadva, mert ők a mezőgazdaságból éltek, tehát ők már túl idősek voltak ahhoz, hogy új életet próbáljanak kezdeni a nagyvárosokban. Úgyhogy itt az történt, hogy egy nagyon előregedő korosztály az ott maradt a földeken, a fiatalok viszont teljesen bevonultak a városba. Ezt szintén próbálta a politika megmenteni, és különböző fejlesztési programokat indítani a tartományban, de nem jártak sikerrel, és ekkor jött egy olyan elképzelés, hogy valamilyen módon rántsák ki a fiatalokat, főleg azokat, akiknek szembetűnő, hogy a nagyvárosokban nem találták meg az elképzeléseiket, és nem élvezik az ottani létet.
ezért indítottak egy olyan művészeti projektet, hogy városi puhányok ki a mezőre hívhatnánk így is őket, ami végül is arról szólt, hogy kifejezetten olyan fiatalokat kerestek egy művészeti fesztiválnak a lebonyolítására, a megszervezésére, fölépítésére, akik egyfajta ilyen közösségben, mint egy ilyen kalákában kivonulnak a természetbe vissza a városból, és megvalósítanak különböző művészek által kitalált projekteket. Ez annyira jól sikerült ez a nekirugaszkodás, nekiveselkedés, hogy már ennek az Echigo Tsumari triennálénak, ami a régiónak végül is a nevéből származik, ez az Echigo Tsumari, ez a régiónak a neve, már Tsumari megközelítésnek hívják ezt a fajta művészeten keresztül történő regionális rehabilitációt. Ennek egyik nagyon izgalmas példája, ez például egy kínai építész csapat találta ki, és valósította meg, hogy egy elhagyatott alagút rendszert nagyon egyszerű és olcsó eszközökkel alakítottak át olyanná, hogy ez például egy olyan feszített víztükör, hogy nincs lezárva, de ugye az emberek nem mindenkinek jut eszébe bele sétálni, mert egy medencében nem látszik igazán a tükröződéstől, hogy mennyire mély. Viszont ha valaki kipróbálja, hogy mondjuk a pereménél még sekély a víz, és ott körbe lehet menni, akkor utána a többiek is be fognak menni, és utána belekerülnek megint egy ilyen művészi térbe, és így részesévé válnak egy ilyen installációnak. Itt a falon is van egyfajta ilyen halvány visszatükröződés, de az is nagyon egyszerű eszközökkel van elérve, meg ez a medence feltöltés is gyakorlatilag minimálisan nyúlt hozzá a térhez, és szintén egy már korábban más ipari tevékenység miatt keltett tájsebet alakított át az építész csoport, de fantasztikus eredménnyel. Aztán az erdőbe bandukolva belebotlottam egy ilyen mini építménybe, aminek úgy megörültem, hogy na végre találok egy ilyen teljesen öncélú képződményt, és hát ez úgy nézett ki, mint valami meredek létre, ami nem vezet sehová, de azért be van fedve, hogy ne állzom meg, aki ezen fel lépked. És ha felmászunk ebbe a létrába, akkor ezt a semmit mondó nigatai tájat, rengeteg házzal, szanaszét folyó városokkal, vagy kis falvakkal, háttérbe viszont nagyon szép hegyekkel látunk. Viszont, hogyha alaposabban megnézzük, ugye, vannak azok a kis céltalannak tűnő lyukak a építménynek a tetején, hogyha az egyik lyukon kinézünk, akkor gyakorlatilag mintha a Himalájába kerülnénk. Tehát egy teljesen kirekesztett táj, ahol csak az marad látnivalónak, ami az ember nélküli ősi vad erős természet, és ezt egy ilyen nagyon egyszerű módszerrel, hogy egy sötét kamrát vagy egy keretet épített a táj köré, és ezzel elérte, hogy megint át tudunk lényegülni. Tehát megint máshol érezzük magunkat, megint ugyanúgy részesei vagyunk a magának az installációnak, tehát nélkülünk ez nem működik, és semmi magyarázat nincs hozzá, ezt mindenkire rábízzák, hogy ezt vagy felfedezi, vagy azt gondolja, hogy ide nem érdemes felmászni, ott biztos nem lesz semmi. Ilyen alacsony kilátóból nem lehet olyan jól látni. Úgyhogy aztán a parkolója ennek az egyik kisvárosnak a környéken, az szintén csatlakozott ebbe a művészi lendületbe. Itt látszik, hogy ugyanúgy lehet használni parkolóként, tehát hogy autók is föl tudnak ráállni, de fölhajtották az két sarkát, és ott vannak a mosdók, mondjuk úgy bent az aszfalt rétegrendje alatt, és tényleg, mintha olyan tovagyűrűző hatása lenne annak, hogy néhány műalkotás itt megjelenik, hogy ez mindenkiben felébreszti a környék lakóiban, meg a ide látogató művészekben felébreszti a
a participáció, vagy a csatlakozásnak a vágyát, és ezek általában meg is valósulnak. Ezt a házat például egy nagyon híres amerikai művész, James Turrell építette, és hát azzal, hogy a hagyományos japán faházaknak a stílusát idézte, tiszteletét szerette volna kifejezni az iránt, hogy a japánok az ő művészetét nagyon nagyra tartják, nagyon sokra tartják, de azért a visszatérő motivumai elől nem tudott elmenekülni messzire, szóval a házon belül is megjelenik az, ami nála az egyik meghatározó, mondhatni így, hogy az egyik főműve, ez a, hát gyakorlatilag az ég, az eget azt bekeretezi a házzal, és ezzel arra késztet mindenkit, hogy egy kicsit úgy lefeküdjön és bámulja az eget, amit kint is lehetne csinálni a mezőn, de az, hogy ezt egy házon belül tesszük úgy, hogy nagyon sokan egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy ez tényleg az ég. Tehát annyira precízen van ez, mint a lézerrel vágták volna ki a tetejét a háznak kialakítva, hogy nagyon sokan nem hiszik el, meg amúgy ez egy ilyen tatamival fedett, tehát ez a japán hagyományos padlóval fedett ház, és hát nem tudják elképzelni az emberek, hogy ide tényleg engedik be esni az esőt, és hát a trükk az valójában az, hogy itt látszik a házon, hogy a jobboldali tető síkja az elcsúsztatható, és azt csak akkor nyitják ki, amikor éppen alkalmas rá az idő, vagy amikor van bent látogató, és akkor egyszer csak úgy elénk tárul egy ilyen váratlan kilátás. Illetve másik érdekessége a háznak, hogy ez megpróbálta a művész. Ő ugye egy repülőgép pilóta volt évtizedeken keresztül, és repülés közben érte őt az az élmény, hogy a tenger fölött repülve, néha ilyen nedves párás időben, a végtelent valahogy megtapasztalta azáltal, hogy a horizont az egybeolvatta a víz, a horizonton egybeolvatta víz és az ég, és nem látta, hogy pontosan hol van a vízszintes, és úgy érezte, hogy ez a végtelennek a leginkább, tehát ahol a legintenzívebben, legkézzelfoghatóbban megtapasztalja az ember a végtelent, és őre az olyan nagy hatással volt, hogy egész életében, utána a művészetében azt kereste festészetben is, meg installációkban is, hogy a végtelent milyen módon lehet megjeleníteni. És ez a háznak a másik érdekessége, hogy ugye minden napszakban látogatható, ezt annyira komolyan vették, hogy még éjszakára is ott lehet maradni. Tehát amikor teljesen új szemszögből látja az ember az egész épületet, olyankor tényleg hagyják, hogy csak a fény rajzoljon ki mindent, ez például egy fürdőmedence, ami a épület alsó szintjén található. Egészen a szürreális élmény. Néhány nagyon kevés vendéget tud fogadni egy éjszaka ez a szállás, és ez egyébként a több épületre is jellemző a környéken, hogy vendégfogadóként vagy szállásként is működik, ami ugyanúgy része a koncepciónak, hogy ha már egy ilyen műalkotásba behatolunk, akkor próbáljuk meg azt, hogy azt ne csak abban a látogatás 10 percében, hanem ha úgy tartja kedvünk, akkor akár 24 órában be tudjuk fogadni, vagy részesévé tudjunk válni. Szintén itt a környéknek az erdeiben bolyongva egyszer csak egy ilyen teljesen váratlan alakú és anyagú épületre bukkanunk, ami egy természettudományi múzeum, és itt hát érdemes megfigyelni azt a kicsi tornyát, ami mint egy ilyen kilátótorony kukucskálott a bal szélén az épületnek, meg figyelemre méltó az a burkolat is, amit választottak az építészek ennek a múzeumnak a külső héjalására. Egységesen rozsdásodó acéllemezzel vonták be, ami számomra nagyon
hát nagyon úgy érzem, hogy ez így egy erdei környezetben, egy ilyen vadonban, talán nem is lehetne jobb burkolóanyag, mint ez, ugyanis ezen meglátszik az időnek az ereje. Tehát itt a vas, a rozsdásodó vas, az érezteti velünk, hogy az idő az nagy úr, tehát meg a természet az nagy úr, és mi csak pusztuló dolgokat tudunk alkotni, és ez rendkívüli módon ízesül, vagy illeszkedik a természeti környezetbe. A japán múzeumoknál gyakori az, hogy a hagyományos japán kertépítészetből a halastavat, vagy a kis medencét átcsempészik és megjelenik. Hát itt a múzeumnál ez is egy ilyen szimbolikusan van előadva, hogy a vízfelület is rozsdásodó vaslemezekből van előállítva, ami ugye utal a víz jelenlétére. És aztán egy nagyon egyszerű húzással, az elején mutattam azt a tornyot, hát annak a toronynak, hogyha a tetejéről visszanézünk, akkor roppant egyszerű eszközökkel, mindössze a lépcsőfokoknak a megvilágításával érik el azt, hogy egy újabb installáció, vagy egy újabb műalkotás kellős közepén érezzük magunkat. Aztán szintén ennek a Echigo Tsumari Triennale-nak a része egy történelmi, szintén elhagyatott japán házikót kapott meg Abramovics nevű, szintén világhírű installációs és performance művész. Ő pedig úgy döntött, hogy ez annyira lenyűgözte, ez az ősi egyszerű anyagokra épített és környezetbe illő architektúra, hogy ő nem is nagyon nyúlt hozzá, kitakarította a házat, és mindössze az ablakait, az ablakainak az üvegét cserélte ki. Ez is szállásként funkcionál. Hát annyit érdemes róla tudni, hogy elég extrém szállások között van. Nekem úgy volt szerencsém meglátogatni ezt az épületet, hogy Japánban van tavasszal, májusban egy Golden Week-nek nevezett ünnep, ami azt jelenti, hogy akkor körülbelül egy hétig minden japán nyaralt. Mindenki egyszerre kapja meg a egyhetes hosszú szabadságot, és ez azzal jár, hogy ilyenkor se vonatjegyet, se belépőket, se szállást nem lehet foglalni, főleg ha az ember az utolsó pillanatban szeretné. Hát én emiatt nem is szoktam ilyenkor csoportokat vinni, és akkor így egyedül maradok, hazamennek a csoportok, én várom a következőt, és ilyenkor gondoltam, hogy akkor eltöltöm az időt azzal, hogy felfedezek új területeket, és egy ilyen Golden Week-es utazás alatt próbáltam keríteni Tokiótól bármi jó lett volna északra szállást, és ugye Japánban minden nagyváros tel is tele van szállásokkal, minden második háza szinte a belvárosban az szállodaként funkcionál, ezért teljesen hihetetlen módon egy héttel a Golden Week előtt nem találtam egész Észak-Japánban, tehát Tokiótól északra összesen 2 darab szabad szálláshely volt, mind a 2 ilyen Love Hotelben, ami ugye más célokat szolgált, tehát ők ott kifejezetten a párokkal, vagy házas párok szokták kivenni, és hát nem kívánkoztam egy ilyen Love Hotelben megszállni, és aztán teljesen véletlenül ennek a Triennale-nak a honlapján bolyongva találtam egy lehetőséget, hogy a néhány műalkotásban meg lehet szállni, és közülük ez is szabad volt. És úgy megörültem neki, hogy hű, de jó, Abramovics ház, nézzük meg. Hát aztán, amikor beléptünk, akkor kiderült, hogy miért volt ez még szabad arra az éjszakára. Összesen 4 szoba van, mindegyikben van egy koporsó, és mindegyik más színű ablakkal van ellátva. És hát az a párna, ami ott látszik a koporsóban, az egy kőből van faragva. Tehát meglehetősen ilyen szerzetesi elvonulásra van felkészítve az egész történet, és a koporsóban található egy ilyen besülyeztett kis könyvecske, ami azt a célt szolgálja, hogy az itt a megszállók, azok azt állítja Abramovics, hogy úgy alakította ki ezt a házat, hogy a 21. században az embereknek lecsökkent a
lehetősége arra, hogy álmodjon éjszaka, mert egyszerűen olyan a élet körülötte, olyan az élet ritmusa, hogy ez nem kedvez az álmoknak. Ezért ő próbált egy olyan környezetet létrehozni ebben a ősi japán házikóban, ami inspirálja az álmokat. Úgyhogy ha itt valaki megszáll, és ott éjszaka de talán álmodik valamit, akkor abban a könyvecskébe le tudja írni az álmát, és Abramovics minden betelt könyvet utána nyomtatásban kiad, és elérhetővé teszi a nagy közönség számára. Úgyhogy ez a kis izgalma a történetnek. Hát túl sokat nem aludtam az éjszaka első felében, ott sikerült egy kicsit, föl lehet venni egy ilyen szintén a szobaszínéhez illesztett ilyen űrhajós ruhához hasonló hálózsákot, mert itt azért én májusban voltam, de még látszott az első képen, hogy havas volt a táj, szóval ott ez a hegyekbe elég hűvös tud lenni, tehát mínuszfokok, és ezért egy ilyen furcsa kezes-lábas hálózsákot biztosítanak mindenkinek, amit föl tud venni. Itt nincs is személyzet, tehát csak egy ilyen fülhallgatón keresztül hallja az ember, hogy mik a tennivalók is milyen módon tudja használni ezt a házat. Ugye az éjszak első felébe tudtam valamit aludni, de aztán a hidegtől is, meg a kemény fa a koporsótól nem is tudom, hogy igazándiból ébren voltam-e, vagy csak így félálomba álmodtam, de végül is valamit sikerült álmodnom, és ezt a Abramovics nem sokára valószínűsítem, hogy ki fogja majd adni. Szintén ebben a régióban működik a világ talán leggyorsabb múzeuma. Egy szórólapon vettem csak észre, amikor bolyongtam itt a Triennale környezetében, és feltűnt, hogy milyen csinos kis Shinkansen. Ugye ezek a ágyúgolyó vonatok, amikre az egész japán gazdaság fejlesztés épül. Tehát ma már a minden régiója Japánnak össze van kötve, mint egy fő ütőérhálózat Shinkansenekkel, és erre találták ki, hogy a itteni Triennale helyszínére induló Shinkansenek közül egyet kiadnak művészeknek, hogy nem csak a külső felületét, de hogy a belsejét is úgy használják, mint egy kiállító tér, és hát lehet 300-al szágultva gyakorlatilag műalkotásokban gyönyörködni, és azokat csodálni. Teljesen át van alakítva a belső tér, még a gyerek játszóházat is nagy gondossággal művészek építették meg, és kifejezetten izgalmas élmény, hogy az emberek nem csak a ücsörögnek a telefonjukkal, vagy a képregényükkel, hanem úgy lelkesen bejárják az összes vagont, és közben még a kávézójában is, miközben a gyerek a szomszéd vagonban játszik, még ott is lehetőségünk van különböző műalkotásokat megcsodálni, amíg kijutunk a Triennale helyszínére, és ezek az installációk, vagy a bemutatott műalkotások, ezek természetesen cserélődnek menet közben. És akkor egy következő példa, ami még frissebb és még újabb kísérlet, ez a legutolsó, hát talán másfél-két éve jelent meg Tokióban egy olyan, nyitott meg egy olyan digitális múzeum, aminek már nem monitorokon vagy kivetítéseken keresztül jelennek meg a műalkotásai, hanem gyakorlatilag a fehér kocka elméletnek az ellentétét gyártották itt le, és valósították meg. Itt a fekete kubus az, ami megszületett. Ennek a múzeumnak a teljes belső terében nem adnak hozzá térképet, hanem három bejáraton
keresztül tudja az ember megközelíteni, és a saját maga dönti el, hogy a múzeumon belül merre bolyong. De az egész múzeumnak van egy ilyen nagyon izgalmas, mindent árasztó és folyamatosan mozgó, és ráadásul általunk alakítható vetített tere, amiről nem mindig tudjuk, hogy mi az, ami vetített, és mi az, ami valós, tehát vannak benne valós installációk is. Nagyon sok tere van, és nagyon el lehet benne tévedni, tehát azt hiszem, hogy legalább 10 000 négyzetméter a területe, szóval kifejezetten a hosszú időre is el lehet benne veszni. És hát erre is az emberek egy része, az emberek egy része, akiket elvittem eddig ebbe a múzeumba, azok úgy reagáltak, hogy őket most már semmi nem érdekli, hagyjam őket békén, ők itt benne akarnak maradni 3-4 órát, és nem érdekli őket, ha elmegy az utolsó vonat, ha hosszabbítani kell a repjegyüket, semmi, csak ők így végre már olyan helyen vannak, ami úgy hat rájuk, és egy álomvilág, ahol így fantasztikusan néz ki mindenki, és lehet szelfizni, és mindenféle. Tehát, hogyha itt rálépünk egy virágra, akkor az elhervad leesik, vagy egy békára, akkor az szétlocsan, meg a falon mozgó állatokat el lehet fogni. Nagyon izgalmas játékokra inspirál a történet. Vízesések folynak mindenhol keresztbe kasba rajtunk, amit szintén befolyásolni tudunk. Nagyon sok tere van, és szándékosan nem akarom az összes teret lelőni, hogy legyen még érdemes esetleg személyesen is meglátogatni ezt a múzeumot, de például a teázójában, a múzeumi kávézóban a hidegen csepegtetett tea készítő hát pipetta, vagy nem is tudom mi, lombiknak a megvilágítása adja mondjuk a fényt a teázóban, és a teánkon, az általunk elénk felszolgált teának a habján szintén megjelenik egy olyan vetítés, ami követi a teáscsészét, hogyha mozgatjuk valamerre a teáscsészét, és ebbe így kinyílnak a virágok a vetítésbe, szóval egészen izgalmas képet mutat a történet. Aztán ennek a digitális milliónek a közvetlen környezetében található ez a szobor, aminek az az érdekessége, hogy ez egy ideiglenes installáció lett volna Tokió mesterséges szigetén, a Tokió jöbölben, Odaibán, aminek mindössze 3 hónapig szerette volna ez a mögött álló nagyáruház, az egyik ismert japán animéből Gundam nevű átalakuló robotot, mint egy ilyen reklámot elhelyezni, és ez annyira jól sikerült, ez a robot, hogy mikor 3 hónap múlva a cég jelezte, hogy akkor most eltávolítanák a installációt, akkor országszerte tiltakozások formálódtak, és szerveztek egy ilyen több ezer résztvevőből álló élő láncot a szobor köré, és azt mondták, hogy hát ők ezt nem engedik. Tehát annyira megszerették a Gundam szobrot, ami ráadásul hogy tényleg, mint a rajzfilmben egy ilyen épületméretű hatalmas monstrum, hogy a nagy közönség azt mondta, hogy hát nekik köszi, elegük volt a bronz szobrokból, most már 21. századot élünk, nekik ilyen szobrok kellenek, és egyszerűen nem engedték lebontani. Úgyhogy most már ott áll több éve, közben elkezdték fejleszteni, kapott mindenféle, tehát most már ilyen fény és hangshow zajlik körülötte bizonyos órákban, még mozgatja is talán bizonyos tagjait, és hát a 3 hónap helyett most már több mint 3 éve áll a történet, és most úgy döntöttek, hogy leszedik, de elkezdték építeni a mozgásokat végezni képes változatát, tehát tényleg a transformálódó robot változatát, és ígéretet tettek rá, hogy amint ez elkészül, ez visszakerül majd a helyszínére, úgyhogy megnyugtatták a közönséget. Hát ez az a
robot, aminek a magyarázatát a mai napig nem igazán tudom. Ezt egy felhőkarcolóban, illetve Japánban most már elég sok helyen megjelennek olyan robotok, amik kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy kiváltsák az emberi munkaerőt. Tehát a szállodában is előfordul, hogy a londiner vagy a recepciós az egy robot, és érti még az én magyaros-japán akcentusomat is, és el lehet vele beszélgetni. Illetve ebben a felhőkarcolóban ez egy ilyen lift mellett álló, amúgy erre tényleg személyzetet szoktak alkalmazni, hogy a lift mellett áll, és meghajol, és megköszöni a látogatást. Egy ilyen típusú robot volt. Na most nekem feltűnt, hogy amíg vártam a csoportot itt a lift előtt, hogy az egyik személyzet tagja, az oda ment a robothoz, így óvatosan körülnézett, hogy nem nézi őt valaki. Én egy kicsit távolabb ültem padon, és nem vett észre, és akkor fotóztam, és így nem akartam elhinni, hogy mit látok, hogy a fiú az úgy elkezdte simogatni ezt a robotot, és egy pár másodperc múlva a robot az úgy felnézett, a szemébe nézett a fiúnak, és megjelent egy ilyen kigyulladt egy kis szívecske, világító szívecske a mellkasán. Szóval ez az a szintje a, nem tudom, hogy a művészetnek, vagy a technológiának, vagy a fejlődésnek, amit már meglehetősen nehéz értelmezni, és nehéz magyarázatot találni rá. Hát körülbelül ennyi lett volna, amit szerettem volna a japán művészeti világ új útkereséséről bemutatni, és tudva azt, hogy a világ nagy múzeumai mindenhol küzdenek azzal a problémával, hogy nagyon nagy az a műkincsállomány, amit ők birtokolnak és amin ülnek, és ebből nagyon pici százalék az, a hagyományos múzeumok esetében nagyon pici százalék az, kevesebb, mint 10%, amit a múzeum teljes élettartam alatt valaha is a nagy közönség az látni bír. Tehát a nagy közönség előtt bemutatásra kerül. Ebben a tekintetben biztos vagyok benne, hogy a japánok azok tettek nagyon komoly előrelépéseket. Tehát ők majdnem minden múzeum, amit bemutattam a előadás folyamán, az teljesíti azt a kritériumot, hogy a legfiatalabb közönséget is, tehát kifejezetten a 20-as évei, vagy még fiatalabb 10-es éveiben járó közönség is nemhogy szívesen megy oda, hanem órákat áll sorba, hogy bejusson ezekbe a múzeumokba, és hát úgy éreztem, hogy ez mindenképpen figyelemre méltó, mindenképpen megpróbálhatunk belőlük tanulni, és megpróbálhatunk úgy tekinteni rá, hogy itt a lehetőség arra, hogy a japánoktól most már ellessünk mi is technikákat, és nem érdemes azon arra várni, hogy tehát nem feltétlenül kell mindent nekünk újra kitalálni, hanem ezek olyan kísérletek, amik így például szolgálhatnak arra, hogy itthon is mit kezdjünk mi ezekkel a lehetőségekkel. Tehát Magyarországon is van számtalan olyan régió, ahol egy hasonló szemléletű, sok kicsi alulról érkező projektet összefogó triennálé, az komoly regionális hatást tudna kifejteni. Úgyhogy ennek a reményében, illetve ezeknek a projekteknek bemutatásával valamicske ilyen kis magot szeretnék elvetni, tehát próbálok ahhoz hozzájárulni, hogy hát ha itthon is ezek fogadtatásra találnak, és megjelennek, mint kezdeményezések. Köszönöm szépen a figyelmet!